Az atomerőmű tervezett bővítése 70-80 évre meghatározza Paks jövőjét. Az évszázad beruházása mind az előkészítő, mind a kivitelezés szakaszában komoly feladatot ró a városvezetésre is, hívta fel a figyelmet Hajdú János, Paks polgármestere. A kerítésen kívül is lesz élet közben, fenn kell tartani az intézményi működtetést, fenn kell tartani a forgalmat a városba, megfelelő közbiztonságnak kell lenni, annak ellenére, hogy a tervek szerint átmenetileg 6-8 ezerrel is felduzzadhat a város lakosságainak a száma, egészségügyi ellátást kell biztosítani, és sok esetben kemény vitákat kell majd folytatni a város érdekében, a város nyugalma megőrzése érdekében, a kivitelezővel vagy a beruházóval. Paksnak ezért tapasztalt, kiszámítható vezetőre van szüksége, tette hozzá Hajdú János. Ide olyan ember kell az elkövetkezendő években, már az előkészítési szakaszban, aki ismeri az iparágat, az energetikai iparágat, nem baj, ha belülről ismeri az atomerőművet, aki az emberek nyelvén tud beszélni, és az ő gondolkodásukat is át tudja venni, és vezetett már komoly céget, és az általam megnevezett és javasolt Süli János azt gondolom az összes ilyen feltételnek megfelel. És mind a vezetői tapasztalata alapján, mind az embersége alapján ajánlható jó szívvel, és én csak azt vetettem fel egy interjúba, hogy fontolják meg a jelölő szervezetek Süli János felkérését, aki én bízom benne, hogy nem fogja elutasítani a felkérést. Megtisztelő számára Hajdú János a jelölő szervezetek felé megfogalmazott javaslata az, hogy alkalmasnak tartana egy ilyen pozícióra, mondta el megkeresésünkre Süli János. Hozzátette, többen keresték már meg hasonló céllal, de senkinek nem adott egyértelmű választ. Van még idő meditálni, fűzte hozzá annak kapcsán, hogy időben még jóval a választások előtt történt Hajdú János bejelentése.